kívánok, köszöntöm Önöket! A mai 24 pluszban Maros megyére koncentrálunk, arra a megyére, amely kicsiben leképezi egész Romániát. Van több magyar régiója, van többségi lakosság által lakott vidéke, és van szorványvidéke. Maros megye a történelmi erdély második legnagyobb és a harmadik legnépesebb megyéje, így vezetése nem kis feladat, versenyben tartása és felvirágoztatása pedig még nagyobb. Ma az elmúlt évekről és a tervekről beszélgetünk. Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke a vendégem. Köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, elnök úr. És amikor ezt a beszélgetést egyeztettük, akkor már voltak körök, akik azt mondták a hogy, hogy a szerdai bejelentésének volt már előszere, de hivatalosan nem volt talomban, ezért a Maros-megyei Önkormányzati Munkáról terveztük a beszélgetésünket, de nem kerülhetjük meg a tegnapi bejelentését, és hogy a nézők is tudják, hogy miről van szó, nézzünk egy rövid összefoglalót. Az RMDS megyei Szervezetének elnöke a következő időszakban irányító középpályásként kell játszon míg a Maros megyei tanács elnöke a középső csatár szerepét tölti be, és gold golokat kell szerezzen. Mindkét feladatot egy ember nem tudja kifogástalan módon ellátni, ezért döntöttem úgy, hogy elnöki mandátumomat a szervezetnek visszaadva lehetőséget teremtek az RMDS-nek új játékost hívni a, sorba. a területi állandó tanács elfogadta a lemondást, arról azonban, hogy ki fogja követni, február 9-én döntenek tisztúító küldött gyűlés keretében. Források szerint a tisztségre Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere a legesélyesebb. Ör, miért most, már mint, miért most, így a választási év elején, miért nem a tavalyi év végén, higgyel, sokkal kevesebb lenne a szkeptikus tekintet. Hát elsősorban jó estét és köszönöm a meghívást. Valóban egy jó kérdés, hogy miért most. Megmondom őszintén, hogy előre nem lehetett látni azt, hogy pontosan ez az év mennyire lesz nehéz, de elemezve a mai politikai helyzetet és látva ezt a sok bizonytalanságot, még azt sem tudjuk, hogy mikor lesznek a választások ebben a pillanatban, viszont azt tudjuk, hogy négy választáson is át kell vinni a szervezetet, és, és kell biztatni az embereket, hogy ezeken a választáson részt is vegyenek. Hát ez Nagy... a tavaly is tudtuk, hogy négy választás Ezt a Tavaly kell is tudtuk, viszont, viszont ilyennel nem szembesültünk még eddig, azért 90 óta. Ez egy régi dilemma különben, hogy mennyire fogjuk tudni megszervezni ezeket a választásokat, mert még ilyen tapasztalatunk nem hát csak nekünk, senkinek. A szándék az, hogy hogyan fogjuk megszervezni, amit mondtam, és ami az előző kis rövid bejátszásban látszott is, hogy azt a feladatot ellátni egyszerre, hogy RMDS megyei elnök is, és Maros megyei tanács elnök is legyél, nagyon nehéz, mivel a szervezetre is koncentrálni kell, és ne felejtsük el azt, hogy azért a legnagyobb RMDS szervezet az országos szervezetben, ugyanakkor Maros megyében a legfontosabb politikai szervezet, aki, és ez a szervezet ezelőtt három és fél évvel most mondjuk úgy nagy sikert ért el a választásokon, minket pedig kötelez is ez az eredmény, hogy ezt az eredményt tudjuk hozni továbbra is, tehát maximálisan kell koncentrálni a választásokra is, de ugyanakkor ott van a másik nagy feladat, amit el kell végezni, ott van a megyei önkormányzat, ott vannak a nagy projektek, repülőtér, kórházak, közútak, ott vannak a, a teljes átszervezése a gyerekjogvédelemnek, szociális intézeteknek, tehát annyi olyan közigazgatási feladat van, amit egyszerre a politikai feladattal nagyon nehéz lenne szerintem ellátni, és így pedig, így pedig elég sokat gondolkodtunk a kollégákkal, hogy mi lenne a legjobb, és azt láttuk, egyeztetve természetesen a szövetségekkel is, hogy ha meglépjük, akkor most februárba kell meglépni, mert hanem nem lehet ezt megtenni, csak a következő évben, miután lejárnak a választások, mert túl közel vannak a választások ahhoz, hogy közötte lehessen bármilyen változtatást tenni. Én úgy gondolom, és úgy is érzem, hogy Jobb így, jobb így, még akkor is, hogyha tudom, hogy több kérdés és több dilema van az emberek fejébe, és lehet is jogosan, hogy miért pont most. Én azt hiszem, hogy, hogy fontosabb az, hogy megtenni most, mint esetleg majd felébredni májusba, júniusba, vagy esetleg augusztusba, hogy egyszerűen nincs idő arra, hogy minden egyes helyi szervezetben megszervezni, akár tisztújítást, mert sok helyen tisztújítást is kell szervezni, vagy akár a állítást megszervezni, mindenhol jelen lenni, részt venni a kampányba is, közben a közigazgatási feladatokat is ellátni, mert azért ne felejtsük el, hogy a Maros megyei önkormányzat megtartása ugyanúgy, ahogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Tisztség vagy a Szászrégeni tisztség megtartása is prioritások és rettenetesen fontos feladatok számunkra, és így pedig jobban tudunk koncentrálni külön-külön mindenki a, a saját feladatára, mint úgy, hogy ellátni ezeket a tisztségeket, és akkor valahol mindig hiányosság alakul ki, és az is bosszantana, hogyha látom, hogy ugyanabban az időben ugye lehetetlen két helyen is jelen lenni, és akkor vagy itt nem tudok eleget tenni, vagy ott nem tudok eleget tenni. Nyilván nem fogja én azt mondani, hogy volt külső kényszerítő körülmény, de mondjon egy érvet arra, ar ar ami, ami meggyőz arról, hogy, hogy nem kapott ön egy sejem zsinort a központi vezetéstől, vagy nem volt egy kisebb forradalom itt Maros megyében. De miért lett volna, nem értem, hogy de milyen érvet hozzak fel ellene. Tehát ez volt egy közös egyesség. Terem hát a... mindenki rábolintott itt Maros megyében, Kolozsváron is. Igen, igen. Igen. Az nem meglepő, hogy alig, hogy ön bejelentette a lemondását, Csibi Attila Zoltán már is bejelentette, hogy ő meg fogja pályázni a az LMDS megyei elnöki tisztségét, és azt is elmondta, hogy amennyiben megválasztják, lemond, nem lemond, hanem nem fog indulni a polgármesteri székért György. Ez egy logikus dolog, erről is sokat beszéltünk és sokat gondolkodtunk. Tudjuk, hogy a Maros Megyei RMDS elnöke komoly háttérrel is kell, hogy rendelkezzen. Ezért volt jó, úgy, hogy a Maros Megyei Tanács Elnöke, a Maros Megyei RMDSZ elnöke, mert akkor, mikor a politikai partnerekkel kell tárgyalni, nem mindegy, hogy milyen súlyjal tárgyalsz. Viszont ugyanakkor azt is látjuk, hogy mind a két feladatot ilyen időszakban, mert. Az év folyamán, akkor, amikor nincsenek ekkora feladatok, politikai feladatok, akkor el lehet látni, nincsen ezzel gond, mert ott van az ügyvezetőelnök, ott vannak az alkalmazottak, viszont ilyenkor látjuk azt, hogy majdnem lehetetlen ellátni mindkét feladatot. Ezért egyeztettünk úgy, hogy abban a pillanatban, amikor ő elindul, ha elindul a, a választásokon, és ha megnyerte ezeket a választásokat, tehát ő lesz a következő elnök, akkor ugyanabban a helyzetbe ugyanabban a helyzetbe kerül ő is, hogy még akkor is ha nem azok az arányok, mert azért nem lehet összehasonlítani egy kisváros polgármesteri feladatkörét egy megyei tanácselnök polgár feladatkörével, de ugyanúgy gond lesz, mert megint meg kell szakadjon valahol, hogy vagy az egyiket teljesíti, vagy a másikat teljesíti, és most nekünk a győzelem a legfontosabb. Tehát ezt szeretném kiemelni, mert nekünk fontos az európai parlamenti képviselet is, nekünk fontos, hogy minél több önkormányzati képviselőnk legyen a parlamentben, és jelen legyen, akár kormányozni tudjunk. Tehát számunkra a győzelem a fontos, és ha győzelemről beszélünk, akkor mindent meg kell tegyünk, és nem kell azon gondolkodni, hogy most én lemondok, vagy nem mondok. Nem, itt nem a szeméről szól, nem rólam szól, nem Csibi Attiláról, nem másról szól, hanem egy szervezetről szól, és ezt a szervezetet kell erősíteni, és ezt a szervezetet kell győzelemre vinni. Egy két rövid kérdése ez a témához kapcsolódóan. Életszerűnek tartja ön azt, hogy Csibi Attila Zoltán csak a Maros megyei -szervezet elnöke szervezetelnöke legyen, is semmi több azon kívül, tehát ne legyen polgármester és ne legyen megyei tanácselnök akár? Tehát ebben a pillanatban ez a legjobb felállás. Az, hogy tovább mi fog történni, ezt majd az elkövetkező időszakban közösen döntjük el, hogy milyen irányba fogjuk vinni ezeket a dolgokat. Most ebben a pillanatban az a legfontosabb, hogy az, aki a választásokkal és a szervezettel foglalkozik, az csak azzal foglalkozzon, és minden idejét arra szentelje, hogy ezeket a választásokat sikerre vigyük. Ön két héttel ezelőtt azt nyilatkozta egy rádiós műsorban nekem, hogy indulni fog a választásokon, megyei tanácselnökként, ma is megerősítette ezt egy Rádiós műsorban azzal a kiegészítéssel, hogy hogy a belső fórumokon erre rá kell még bolincsanak. Kapott ön garanciát arra a megyei RMDSZ szervezet elnöki való lemondás után, hogy, hogy indulhat megyei elnökként? Itt nincsenek senkinek, nincsenek garanciái, tehát ebben a pillanatban akkor is úgy fogalmaztam, amikor együtt a rádió voltunk, hogy abban az esetben, hogyha a szervezet támogat. Ma is azt mondom, hogyha a szervezet fórumai támogatnak, mert itt ugyebár lesznek jelölőgyűlések, az a jelölőgyűlések eredményét jóvá kell hagyja a Szövetségi Állandó Tanács, tehát abban a pillanatban, hogyha támogat a szövetség, természetesen, hogy indulni szeretnék ezért a tisztségért. Úgy gondolom, hogy az elmúlt nyolc év tapasztalata az egy fontos dolog, hogy elinduljak -e továbbra is ezen az úton, de azért nem mondok biztosat, és garanciát senkinek nem adnak. Tehát ma a politikában garancia nem létezik. Ma az Tehát van, ő, ön, hogy... Ön ennek tudatában mondott. Vagy így így van, így lesz. van, és a megfelelő pillanatban a legjobb változatot kell mindig választani. Tehát itt nem a személyek a legfontosabbak, itt a legfontosabb a szervezet, ezt sose felejtsük el, mert a szervezet által jutunk bizonyos tisztségekhez, és a szervezet a legfontosabb, ami a választópolgárokból áll. A 2023-as év az építkezés éve lesz Maros megyében. Nagyon sok tervet kell befejezni, illetve számos tervet el is fognak kezdeni. 2023. február 2-a a tehát közel egy évvel ezelőtt nyilatkozta ön ezt. Az építkezések éve lett a tavalyi? Tehát most így 2024. február 1 is úgy látja, hogy, hogy, hogy sikerült az építkezések év évévé tenni a 2023-as esztendőt Maros megyében. Igen, nagyon sok projektet sikerült befejezni, sok projektet ugyanúgy elkezdeni, vagy hogy van olyan projekt is, amit majdnem befejeztünk, és most a, az év elején lesz gyakorlatilag idézőjelben a szalagvágás, tehát az átadás. Én úgy gondolom, hogy ha csak a nagyobbakat veszük, ott van a a nyárát Dicső szentmárton megyei útszakasz, ami egy ö, ö, több 10 millió eurós, tehát közel 30 millió eurós munkálat. Ugyanúgy ezt mondhatnám, hogy ugyanezt történt a Szent Ágota és Segesvár közötti útszakasztal is, de ott van például a Vajda Szent Ivány és Sárpatak közötti útszakasz, ami az is teljesen át lett adva, a Szeder és Erked útszakasz, ez csak hogyha magát az úthálózatot. De nagyon fontos és több mint valószínű, hogy a kedves tévénézők is láthatták, mert elég sok műsor volt erről. Ott van a Természettudományi Múzeum, ami azt hiszem, hogy egy rendkívüli fontos dolog, nem csak abból a szempontból, hogy van egy újabb turisztikai látványosság Marosvásárhelyen, hanem didaktikai, oktatási szempontból is egy nagyon fontos beruházás, és amint mutatják a mai számok, rengeteg látogató érkezik oda. Tehát valóban az építkezés éve volt, valóban az építkezés éve volt, mert elkezdtünk olyan nagy beruházásokat, mint a repülőtéren, ugye ott van a, a több mint 30 millió eurós beruházás, de ugyanakkor a kultúrpalotának is az építkezésével úgy állunk, hogy februárban átadjuk. Tehát mondhatom azt nyugodtan, hogy az építkezés éve volt, és folytattuk azt a munkát, amit elkezdtünk, és továbbra is azokat a projekteket, amiket elkezdtünk, azt, azt tovább kell vigyük. Ugyanúgy beszélhetünk a kórházakról épületeket vásároltunk a Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóságnak azért, hogy tudjuk újra szervezni az egész rendszert, mivel a törvények változnak, és más formába kell ezeket az ellátásokat megszervezni. Tehát rengeteg feladat volt, és rengeteg feladat maradt ugyanúgy a 2024-es évre. Hogyha a százalékot kellene mondani, hogy mekkora arányban sikerült megvalósítani a 2023. januárjában eltervezetteket, ez zömébe azt mondhatom, hogy sikerült. Ami nem sikerült, miért nem sikerült? Ki múlott? Tehát, ami nem sikerült, itt főleg a különböző procedúrák. Tehát a repülőtérnél nagyon hosszadalmas volt a jóváhagyási procedúra, ugyanúgy a kórházaknál szintén. Ott van a másik nagy projektünk, amit szintén a tavaly kezdtünk el, és nagy vonalakba be is sikerült fejezni a nyárádmenti vízhálózat, amely a nagy infrastruktúrális projektből van, és a mezőségi vízhálózatnak a, a megépítése. Ott is részben tervezési munkák, meg jóváhagyások, részben pedig az építőknek a fel, tehát a, most ne így fogalmazzak, hogy mennyire komolyan vették a munkát, hanem mennyire tudtak nagy erőbedobással dolgozni. Nagyon sok helyen befejezték közel 100%-ba, máshol 50-60%-ba, tehát elég sok tényező van, a legelső tényező mindig az, amikor versenytárgyalások vannak, sosem tudsz előre látni, nem tudod, hogy hány óvás lesz, nem tudod, hogy mennyire fog ragaszkodni valamelyik cég ahhoz, hogy a végsőkig elmenjen, hogy nem elég, ha leteszi az óvást utána, megtámadja a bíróságon, a bíróságnak a végzését meg kell várni ahhoz, hogy elkezdhesse a munkát. Tehát nagyon sok olyan tényező van, ami lass, lassítani tudja ezeket a beruházásokat, de szerintem attól függetlenül azt hiszem, hogy nagyon jó eredményt értünk el a tavaly a beruházások terén, és azokat a forrásokat, amiket előirányoztunk nagy vonalakba, sikerült is, sikerült is el. Költeni. A repülőtéren vagyunk egy picit elmaradva, mert ott a cég nagyon későn fejezte be a tervet, és későn fogott neki. Tehát ott van egy elmaradás összegszerűen, de ott is azért sikerült a teljes projektet több mint 50 ban megvalósítani. Többször is említette ön a, repülőteret. Kolozsvár árnyékában és Brassó közelségében mennyire van, van potenciál még a Marosvásárhelyi nemzetközi repülőtérben? Én azt hiszem, hogy a versenyt fel kell vegyük, tehát attól függetlenül kötelességünk, én legalábbis az első mandátumomban is elég sokat beszéltünk erről, amikor mindenki megtett mindent azért, hogy a Marosvásárhelyi repülőteret, ha lehet, kiiktassák. Ugye bár hogy elnök lettem, ezelőtt nyolc évvel hirtelen eszébe jutott valakinek, hogy több mint egy éve ott van egy olyan dokumentum a fiókba, amivel le lehet állítani a repülőteret, és le is állították, újra kellett építsük a teljes kifutópályát, megtettük, újra nyitottuk, letettük a pályázatainkat, és pályázatokat nyertünk, most úgy állunk a repülőtéren, hogy az új tűzoltóállomás az teljesen készen van. A berendezéseket, úgy a biztonsági berendezéseket, mint azokat a berendezéseket, mint tűzoltóautó, vagy jégtelenítő, vagy különböző takarítógépek, amit a pályát szolgálják ki, száz százalékban leszállították. Ahol lassabban ment, itt sajnos a, a cég, és főleg a tervező cég nagyon lassan dolgozott, megkésett több mint három hónapot. És így nem sikerült a terminált befejezni, mert normális körülmények közt legalább 80-90%-ba be kellett volna fejezni az utasfogadót, az új utasfogadót. Ezt nem sikerült, és a parkolót, bocsánat, még amit említsek meg, a repülőtér parkolónak a bővítése 8000 négyzetméterrel és közel 9000 négyzetméter utasfogadó, ennek nem sikerült elvégezzék csak elég kis százalékban, de folytatják most a munkát, úgyhogy a munkák haladnak előre, így, hogy remélem, hogy legalábbis a cég ígérete szerint június végére, legkésőbb július elejére át lesz adva az új utasfogadó. Kövessük egy picit a pénzútját. Honnan, miből említett ön itt beruházásokat, miből tudta ezt megvalósítani a megye saját bevételeiből, saját forrásaiból, fővárosi forrásokból, vagy vagy Európai Uniós? Hát azért legyünk őszinték, hogy nagy ez a megye, de hatalmasak a költségei is. Itt a megyei önkormányzatnak 21 intézménye van, és a 21 intézménynek közel 6 ezer alkalmazottja, tehát óriási fenntartási költségeink is vannak azért, hogy működtessük ezt a hatalmas intézményrendszert. Tehát a beruházásra saját forrásból minimális összeg jut, nem sokat tudunk saját forrásból megvalósítani. A beruházások zömét, vagy Európai Uniós forrásokból, vagy pedig kormányprogramokból tudjuk biztosítani, és amint mondtam, a két nagy út, a dicső Márton út az Európai források, Uniós források, a Szent a segesvár szintén, a Sárpatak-Vajda-Szent Ivány az kormányforrások, ugyanúgy az Erket-Szederjes is kormányforrások. Tehát vegyesen mondhatom azt. Mondani hogy... Tudjon egy, egy hozzávetőleges számot, hogy az elmúlt nyolc évben Európai Uniós forrás körülbelül mennyit sikerült lehívni? Hát pontos számítás nem készült meg, megmondom őszintén azt, hogy pontos körülbelül. számítást tudjak, de szerintem biztos, hogy az elmúlt nyolc évben közel, tehát sok 10 millió euróról van szó, nem akarok most. Lehetett ízni. volna többet? Szerintem lehetett volna többet, ha nincs ez a bürokrácia ha nincs ez a bürokrácia. Neki erre panaszkodik. Sors Zoltán polgármester is rendkívül sokat panaszkodott arra, hogy azért nem lehet, mert hónapokat, éveket kell várni egy-egy papír. Egy egyszerű egy példa, picit, a márton nyárát útat közel három évig versenyeztettük, amíg végül is meglettem. De nem el. az az érdeke az országnak is, hogy nem csak a Marus megyeiek használják azt az utat, hanem, hanem mindenki. Nem az az érdek, hogy, hogy fejlődjön. Miért, miért kell ennyire? A mi érdekünk az viszont ezek uniós követelések azért, hogy betartsuk minden szabályt, és a törvényeket azt nem mi alkotjuk, azt ugyebár a törvényalkotók alkotják, de be kell tartsák azokat az uniós előírásokat, és itt főleg óriási hangsúly van fektetve, hogy mindenki egyenrangúan legyen kezelve, és abban a pillanatban, ha van egy jóvás, teljesen mindegy, hogy az messziről látszik, hogy úgy se tud sikerre menni, úgy is végig kell vinni a teljes folyamatot, be kell tartani a határidőket, meg kell adni a lehetőséget, hogy bíróságon megtámadja, sőt, fellebbezzen is. Tehát sajnos, sajnos itt ebben a versenyhelyzetben láthatjuk, hogy autópályaszakaszok, nagyobb beruházások is úgy vannak, olyan helyzetben vannak, hogy sokszor évekig húzódik. Most nem mondjam a, a legdurvább példát, ami fáj mind és számomra most már érthetetlen már, azt se tudom, hogy ezt hogy értelmezzem, hát itt van a terelő út a Marosvásárhely körül, amit 20 hus éve nem sikerült még most se, hogy, hogy véglegesítsenek, mert maga a bürokrácia egyszerűen nem engedi. Megversenyeztették irreális árakon, véleményem szerint. Természetesen, hogy a cég megcsinálta azt, amit jó árba ajánlott, meg a többit ott hagyta, felmondta a szerződést, utána újabb felmérések, újabb tervezések, az egész procedúrát végigvinni, mindenhol az átvételt megoldani. Tehát akkora, akkora bürokrácia van egy ilyen munkálat mögött, hogy évek telnek bele, amikor alig lehet előrelépni egyet vagy kettőt. Ez sajnos ez van, azért megpróbálunk ebben a helyzetben is kihozni a maximumot, amit ki lehet, viszont ebben nem tudunk beleszólni, mert kötelező módon be kell tartani a szabályokat, a törvényeket. Ezzel magyarázza azt, hogy 2020. október 28-án egy a portálnak adott interjúban azt mondta, hogy innovációs központ, mezőségi terelőút, kerékpárút, metropoliszövezet fejlesztése, ezek követ, ezek képezik a következő négy év prioritásait. Innovációs központ, terelőút, kerékpárút, nem látunk ebből. Mindenhol, mindenhol elkezdtük, mindenhol elkezdtük a munkát. Ahhoz, hogy eljussál egy innovációs központhoz, ez meg kellett rendelni tanulmányokat, ezek a tanulmányok készen vannak, most következik, hogy a megvalósíthatósági tanulmányokat elvégezzük, tehát egyszer meg kell, meg kell egy olyan tanulmányt rendelni, ami biztosítja, hogy igen, szükség van erre. Ezeket a tanulmányokat a tavalyi év végére fejezték be, ez is versenytárgyaláson ment végig. A bukaresti cég, aki megnyerte, az elvégezte egy energetikai tanulmányát a, a megyének, meg ugyanakkor az innovációs központnak, az opportunitási, vagy hogy érdemes -e ezt megvalósítani, vagy nem. Ennek alapján megrendeljük most a megvalósíthatósági tanulmányt, és a megvalósíthatósági tanulmány alapján, mikor jóvá hagytuk a. a Műszaki és, és a pénzügyi mutatókat, akkor utána el lehet indulni a kisajátításokkal, és utána el lehet indulni a tervezéssel. Mikor láthatunk ezekből, ezekből bármit? Mikor láthatunk munkagépet? Én azt szeretném, hogy holnap, de, de, ez, ez, de nem, ez nem csak nem tő, nem. Tehát a legoptimistább változatok is nagyon jól tudjuk, ez akár egy autópálya építésnél. amikor eldöntik azt, hogy igenis meg kell építeni egy autópályát, az legalább 4 öt év ahhoz, hogy odajussunk, hogy meg legyen versenyeztetve a munka, effektív a munka. Utána még az előfordulhat, hogy eltelik két-három év addig, amíg végül is a munkagépek ott vannak a. a pályán, és látjuk azt, hogy dolgoznak is. Tehát ezek a, ezek a, tervek nem egyik napról a másikra mennek, ezek sajnos, sajnos mind sok időbe telnek, és ahhoz, hogy betartsd, szintén ugyanúgy visszatérek, betartsd azokat a szabályokat, és azokat az előírásokat, amit megkövetelnek, kötelező módon meg kell tegyed ezeket a lépéseket. Miről fog szólni a 2024-es esztendő? Mire lesz idő 2024-ben a, a kampányok mellett? Folytatjuk Deszi a munkát, folytatjuk a munkát, tehát kötelező módon kell, amint említettem, Én nem tehetem meg azt, hogy ne foglalkozzak a repülőtérrel, ahol folyamatban van egy ilyen nagy beruházás és azt mondom, hogy egy olyan beruházás, ami meghatározza a jövőjét a Marosvásárhely repülőtérnek. Tehát ha nem tudunk mi felsorakozni a környékbeli repülőterek mellett, amit említett ön is, akkor egyszerűen nincs semmi esélyünk, hogy megmaradjunk. Ugyanúgy mondhatom azt, hogy a kórházaknál is az elkezdett projektek muszáj befejezni, ott is több projekt fut most pillanatnyilag, és sőt, éppen ma küldték át azt a miniszteri rendeletet, ami elfogadja a pénzügyi és a műszaki mutatóit a tüdőklinikának. Tehát elkezdődik ott is a versenytárgyalás a kivitelezésre, ott elkészítettük a projekteket. Több mint egy éve erről is érdemes beszélni, mert azért politikusok is vagyunk. Több mint egy éve ott van a minisztérium asztalán. Tehát Cseke Attila miniszter úr annak idején ezt a projektet egy Európai Fejlesztési Bank hitelezési listájára feltette, ez jóvá lett hagyva, a kormány elfogadta. Ott van ez a kivitelezési terv a kormány asztalán. Közel egy éve, és a tegnap írták végül is alá a miniszteri rendeletet, aminek alapján el lehet kezdeni a, a folyamatot. Nagyon érdekes, és ha már itt vagyunk, ha megengedi, akkor egy kicsit politizáljak is. Nagyon érdekes, hogy a tegnap megjelentek a sajtóba különböző helyi politikusoknak a véleménye, hogy hú, elintéztük, hogy elindult a, a tüdőklinika. Hát a tüdőklinikának a projektjén több mint három éve dolgozunk mindent elkövettünk, hogy meglegyen, ők tartották egy évig, ez már rég kellene, hogy, hogy működjön a, a tüdőklinikába a felújítás, de most végül ma aláírta a miniszter úgy, hogy el lehet indítani, ez is egy nagyon fontos projekt lesz ettől arra fele, mert ez egy teljes felújítás, egy közel 20 millió, ilyen 18 millió euró körüli beruházás, ezzel is kell foglalkozni. Ugyanakkor, ugyanakkor a többi pályázattal is, ami kezdődik, nemrég írtam alá a szerződést a Szent Király-Mezőbánt útnak a, a felújítására, ami az is szintén egy több mint 20 millió eurós, közel 30 millió eurós munkálat. Ugyanúgy kezdődik a pályázatnak a letevése, ott kész van már a kivitelezési terv is, a Szováta-Ernye közötti útszakasznak a felújítására. Tehát nincs mit tegyünk itt, muszáj, eleget tegyünk a közigazgatási feladatoknak is, és emellett pedig természetesen, hogy, hogy meg kell tegyünk mindent, hogy megnyerjük a választásokat, tehát jelen kell legyünk a, a választópolgárok között el kell mondjuk ezt a választópolgároknak, mert ma gondolom, hogy nagyon sok tévénéző nézi ezt a műsort, de itt, itt házról házra el kell jussunk minden egyes választópolgárhoz, hogy megértsék, hogy miért kell elmenni szavazni, akár az európai parlamenti, akár az önkormányzati, akár a parlamenti választásokra, és miért fontos, hogy jelen legyünk pillanatnyilag a politikai szintéren. Amíg szűk három percünk, mitől tart ön a leginkább a szuperválasztási évben a kampányban? A szuperválasztási évben a, a legjobban itt Maros megyében úgy én, mint azt hiszem Sors Zoltán polgármester úr, vagy akár száz régenbe is, a nagy összefogástól ellenünk, ettől tartunk a legjobban, mert abban az esetben, hogyha megtörténik ez a nagy összefogás, akkor az esélyek. Azt hangoztatják a politikai pártok vezetői, hogy ez kell ahhoz, hogy legyőzzenek. Hát valóban véleményem szerint ez kell, hogy legyőzzenek. Én remélem, hogy nem lesz erre lehetőség, hogy összefogjanak, mert ha ellenünk összefognak, akkor természetesen hogy csökkennek az esélyeink, mivel hogy ne felejtsük el, Maros megyében ilyen 32-33 százalék körül van a magyar lakosság, Marosvásárhelyen pedig ilyen 44 százalék körül van a magyar lakosság, tehát itt ebben a pillanatban szerintem a legnagyobb kihívás az, hogy összefognak ellenünk, vagy nem fognak össze ellenünk, és volt tapasztalatunk abban, amikor Lokodi emők ellen, összefogtak, bármennyire megtettünk mindent, és a minden idők legtöbb szavazatát sikerült neki megszerezni, akkor sem lehetett legyőzni. a. Még akkor, el... akkor volt Lokodi emőke egy másik magyar jelölt is. Így igaz, így jelölt. igaz, Ezt de ha... Is hozzá kell tenni. Igen, azt is hozzá kell tenni, én remélem, hogy ez ma nem történik, mert ugyebár, ahogy szövetségi elnök úr is mondta, megvan a... a, a tehát megegyeztek a, a politikai szervezetek, és és nem lesz nem neki ilyen vetélytársok, főleg ilyen helyen, mint Maros megyébe, vagy, vagy Szatmár megyébe, és remélem, hogy nem fog megtörténni az, ami megtörtént abban az időben, hogy csökkentsük a magyar jelöltek esélyeit. Ez akár én leszek, akár más lesz. Kötelező módon meg kell tegyünk mindent, hogy ezeket a pozíciókat, amit mondtam, a három nagyon fontos dolog, a megyei önkormányzat, Marosvásárhely polgármesteri széke és száz régen polgármesteri széke. Egy percen belül vagyunk, elnök úr, a választói érdektelenségtől, a magyar választók érdektelenségétől tart ön? Természetesen, hogy ezt mindig Kell tartsunk ettől is, és azért említettem azt, hogy mi házról házra el kell menjünk, és magyarázzuk meg az embereknek, hogy miért fontos, hogy ott legyünk. Miért fontos, hogy hallassuk a hangunkat az Európai Parlamentbe, a helyi önkormányzatban, mindenhol jelen legyünk, ahol csak lehetséges, és ott legyünk a parlamentbe, és akár a kormányba is. Ez mindannyiunk számára az egy közös érdek. Én azt hiszem, hogy a magyar embereket elsősorban az RMDS tudja képviselni, és meg kell tegyünk mindent, hogy az RMDS jelen legyen minden fórumon, minden politikai fórumon. Péter Ferenc, a Maros megyei tanácselnökek. Köszönöm, hogy itt volt a 24 pluszban, és válaszolt a kérdéseimre. Én köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek szép estét, jó egészséget kívánok. Önöknek, tisztelt nézőim, én köszönöm a figyelmet. Hétfőn ismét 24 plusz itt az erdélyi magyar televízióban. Tartsanak velünk, viszontlátásra!